Bizalmatlansági indítvány. Nikolai Csuka kijelentette, nem fogják visszahívni a minisztereiket a kormányból, mert biztosítani akarják a kabinet működését a választásokig. Az USZIRE által bejelentett bizalmatlansági indítványt pedig komolytalan kezdeményezésnek minősítette. Schengen. Románia pozitív jelzéseket fog kapni az ország évvégéig megvalósuló teljes körű schengeni csatlakozásáról. Meggyőződése Kötelin Prédójú belügyminiszternek. Útadó. Lehetőség lesz az útdíj kifizetésére a mulasztást követő 24 órában is. A jogszabálytervezetet a szenátus elutasította, a képviselőház viszont döntőházként elfogadta. Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Komolytalan kezdeményezésnek minősítette Nikolai Csuka Pinili elnök az USZIRE által bejelentett bizalmatlansági indítványt. Közölte, hogy nem fogják visszahívni a minisztereiket a kormányból, mert biztosítani akarják a kabinet működését a választásokig. A Mentsétek meg Romániát szövetségi elnöke Elena Lasconi kedden jelentette be, hogy pártársaival már dolgoznak a Csoláku kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványon. A Pinili elnökét, Nikolai Csukát pedig arra biztatta, hogy támogassa a kezdeményezést. Csuka komolytalannak nevezte a kezdeményezést, és egy Facebook videóban arra emlékeztetett, hogy a Pinili éppen azért kényszerült koalícióra lépni a PSD-vel, mert az USZIRE 2021-ben kilépett a kormányból, és a Románok Egyesüléséért Szövetséggel közösen bizalmatlansági indítvány nyújtott be az akkori kormány ellen. Ma ugyanazt a komolytalan kezdeményezést látjuk a Lasconi asszony vezette USZIRE részéről. Bejelentette bizalmatlansági indítványt egy gépkocsiból, amelynek még nincs szövege, és amelyikről nem is egyeztetett velünk. Elmondom, amit egyébként neki is tudnia kellene. A parlament jelenlegi összetétele nem teszi lehetővé egy jobboldali kormány kialakítását, amelyet én akarnék. Nikolai Csuka ugyanakkor meghívta az USZIRE képviselőit a Pinili székházába, hogy tárgyaljanak az ország jövőjéről. Hátra van még 2 hónap, amíg új kormányunk lesz. Addig a romániai gazdasági szereplőknek, felelős vezetőkre, a nyugdíjasoknak nyugdíjra, a családoknak biztonságra van szükségük, az intézményeknek pedig működniük kell, fogalmazott a Pinili elnöke. Az ügy kapcsán Marcel Csoláku kormányfő, a PSD elnöke egy hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta, amennyiben a liberálisok úgy döntenek, hogy visszahívják minisztereiket a kabinetből, lemond a kormányfői tisztségről. A liberálisoknak azonban úgy tűnik, eszük ágában sincs kilépni a kormányból. Kötelin Prédójú belügyminiszternek meggyőződése, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács holnapi ülésén Románia pozitív jelzéseket fog kapni az ország évvégéig megvalósuló teljes körű schengeni csatlakozásáról. Az ülés napirendjén egyébként nem szerepel Románia felvétele a térségbe. Bécsben, Prágában és Münchenben tárgyalt az eltelt napokban Románia idei teljes körű schengeni csatlakozása ügyében, tájékoztatott kedden közösségi oldalán Kötelin Prédójú. A belügyminiszter Gerhard Karner osztrák belügyminiszterrel, illetve Magnus Brünner jövendőbeli belügyekért felelős biztossal is egyeztetett a témában. A találkozókon hangsúlyozták Románia eredményeit a nemzeti és uniós határok védelmében, az illegális migráció elleni küzdelemben, valamint a schengeni rendszerek és jogszabályok kifogás alkalmazásában. A Bel- és Igazságügyi Tanács október 10-i ülése napirendjén egyébként nem szerepel Románia felvétele a schengeni övezetbe, de megvitatják a térség tagállamainak jelenlegi helyzetét. Meggyőződésem, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács október 10-i ülésén Románia megkapja azokat a jelzéseket, amelyekért szünet nélkül dolgoztunk. Diplomáciai lépéseket tettünk azért, hogy a tanácstól határozott támogató jelzéseket kapjunk az év végéig esedékes pozitív döntésről. Céljuk eléréséért folyamatosan kapcsolatban áll a Magyar Uniós Elnökséggel, az Európai Bizottsággal és az uniós belügyminiszterekkel, hangsúlyozta Kötelin Prédójú. Hozzátette, körútja során a helyszíni realitásokon alapuló logikus érvekkel bebizonyította, hogy 2024-ben kell dönteni Románia szárazföldi közlekedésben történő schengeni csatlakozásáról, miközben az ország továbbra is erősíteni fogja határai biztonságát, és alkalmazni fogja az összes schengeni eljárást, beleértve a határellenőrzést is, amikor a helyzet megköveteli.
elrománosítaná bálványos nevét Jonuc Nyágó, az Aur Kovászna megyei szenátora, aki október 4-én iktatta kérését a Szenátus Gazdasági és Társadalmi Bizottságánál, miszerint diszkriminatív a román nyelvű lakosságra nézve, hogy magyarul kell ejteniük a helység nevet. A bálványos helyett a Bölvön is változatot javasolja. Nem épít, hanem rombol Jonuc Nyágó, az Aur Kovászna megyei szenátorának az a javaslata, hogy bálványos nevét hivatalosan elrománosított változatban vegyék jegyzékbe, vallják a háromszékiek. Bálványos az egyetlen romániai helységnév, amelynek nincs román változata. Ez ellen lépne fel most a szélsőségesen magyar ellenes nézeteket valló Nyágó. Bálványos évtizedek óta az egyik legnépszerűbb turisztikai célpontnak számít, az ide látogatók körülbelül 80%-a román nemzetiségű. Az itt élő helyiek és az itt működő turisztikai szolgáltatások vezetői 50-60 éve dolgoznak azon, hogy ez a helységnév brand legyen, turisztikai fogalom. Ezt borítaná fel most az auros politikus. Ő most úgy látod, nem tud semmit tenni ezért a megyéért, úgyhogy akkor most megsérti a megye gazdaságát, megsérti az embereket, és ellentétet akar a nemzetiségek között hozni egy ilyen törvénytervezettel. Minden román állampolgár, román nemzetiségű állampolgár is szívesen használja a bálvány a szót is, tudja használni, ismeri és szereti. Miklós Zoltán parlamenti képviselő is elégedetlenségének adott hangot közösségi oldalán, és azt is hozzátette, megállítják a parlamentben ezt a sovén álmokfutást. Olyan nevet adna az Apor család ősei által alapító településnek, amelyet soha senki nem használt. A bálványos vár tervezett felújítása kapcsán Kovászna megye tanácsa egy évvel ezelőtt készített egy művészettörténeti tanulmányt, amelyből kiderült, már 1360-ban a Castri Balvanus nevet használták a területre. Tehát semmiképpen sem Castru vagy Castri Bölvön is, hanem Castru Balvanus. És azoknak a kezdeményezőknek, akik ezt kitalálták, ajánlom kötelező házi olvasmányként Jókai Mórnak a Balványosvár című művét, talán tudnak belőle művelődni. A provokatív tervezet megvitatása egyelőre várat magára. A szenátus állandó bürója nem tűzte napirendre a kérdést még, ahhoz előbb megvárják a kormány állásfoglalását. Ez legkorábban is csak a hónap végén történhet meg. Fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelte az Országos Egészségbiztosító Pénztár a parlament épületében. Duda Tihamér, a biztosító Hargita megyei igazgatója szerint, bár sokat fejlődött 2,5 évtized alatt, az intézménynek továbbra is a szolgáltatások minőségének a javítására kell összpontosítania. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár 1999-ben alakult meg egy pénzügyi intézményként, amely a hazai egészségügyi rendszert finanszírozza. Gyakorlatilag a társadalmi szubszidiaritás és a szolidaritás elve alapján mindenki a jövedelme szerint befizet ebbe az alapba, és ebből biztosítja az intézmény a különböző egészségügyi szolgáltatásokat a páciens igényei alapján. Az egészségbiztosító pénztár nagy fejlődésen ment keresztül, főként az elmúlt években, és nem akarunk letérni erről az útról. Persze nagyobb finanszírozásra lenne szükség, nyilatkozta híradónknak Duda Tihamér. Talán Romániában is az egészségbiztosítási rendszer finanszírozására több mint 4,5%-ot kellene biztosítani, amennyi pillanatnyilag van, ha azt veszük figyelembe, hogy az Európai Uniós átlag az 9%. Úgy gondolom, hogy ezt a finanszírozást fel lehetne tartani, és meg kell keresni azokat a forrásokat, amelyek ezt biztosítani tudják. Elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy mindjártunknak az egészség a legfontosabb. Hozzátette, az elkövetkező években az eddiginél több szerződés megkötését, illetve minőségi szolgáltatások nyújtását tűzték ki célul. Emellett már dolgoznak az intézmény új informatikai rendszerén, amely jelenleg az egészségbiztosító pénztár gyenge pontjának számít. Mindannyian tapasztaltuk már, milyen az, ha várni kell, amíg az egészségügyi kártyánkat felismeri a rendszer. Döntőházként törvénytervezetet fogadott el a képviselőház arról, hogy az útadó 24 órán belül is kifizethető legyen azok számára, akik elfelejtették azt. A jogszabálytervezetet a szenátus elutasította, a képviselőház viszont döntőházként szavazott róla. Románia országút hálózatának a használata útdíjköteles.
kivéve a városok belterületéhez tartozó országút szakaszokat. Az útdíj kifizetését igazoló egy napra, 10 napra, 30 napra, 60 napra vagy 12 hónapra érvényes matricát az országút hálózat használata előtt kell megvásárolni. A jelenlegi rendelkezés alapján ugyanakkor mentesül a büntetés terhe alól az a sofőr, aki még aznap éjfélig kifizeti az útadót. Az új jogszabály alapján azonban lehetőség lesz a mulasztást követő 24 órában is kifizetni a díjat. Lényegében ez azt jelenti, hogy ha elfelejtjük éjfélig kifizetni az összeget, még 24 óra haladékot kapunk, mondta el Szőke András, diszpécser. Elsősorban, hogy több időnk van, ugye, hogy beszerezzük ezt az utadót. Nagyon sokszor mentünk a benzinkutakhoz, nem is lehetett megvásárolni. Nagyon sokszor gond volt a kapcsolattal. És másik téren, mert nagyon sokat állunk a határnál. Volt úgy, hogy délután már be voltunk állva a határra, és még mindig nem mentünk át éjfélig, és akkor ugye meg kell oldani éjfél után ezeket a problémákat, így másnap sokkal könnyebb ezt intézni. Jelenleg a személyautókra az egynapos útdíj 13 lejbe, a 12 hónapos pedig 140 lejbe kerül. A teherautókra fizetett utadó egy napra 55 lej, 12 hónapra 6000 lejbe kerül. Ennek elmulasztása a személygépkocsik esetén 250 és 500 lej közötti, a teherautók esetében pedig 4500 lej bírsággal büntetendő. A romániai holokauszt emléknapja alkalmából ma délben megemlékezést tartottak a marosvásárhelyi holokauszt emlékműnél. 2004-től kezdődően minden év október 9-én a holokauszt romániai áldozataira, az elhurcolt zsidókra emlékeznek. Szűk körű megemlékezést szervezett a marosvásárhelyi zsidó hitközség a holokauszt nemzeti emléknapja alkalmából a holokauszt emlékműnél. A rendezvényen rövid előadást tartott Mircea Dumitru prozán történész, aki felidézte, hogyan kezdődött meg az erdélyi zsidók borzalmas tragédiája. Dub László, a helyi zsidó hitközség vezetője szerint a holokauszt elsősorban a félelem, a gyávaság és a nem törődömség miatt történhetett meg, hiszen az embereket nem érdekelte, hogy mi történik embertársaikkal. Tudták a román hatóságok, mi történik a zsidókkal és a cigányokkal. Tehát tulajdonképpen sejtette a közvélemény, vagy a szűk közvélemény, hogy itt valami szörnyű dolog történik. Csak egy kicsit jobban oda kellett volna figyelni. Romániából mintegy 380 ezer zsidót deportáltak, akiket előbb helyi gettókba, majd az auschwitzi koncentrációs táborba szállítottak. Marosvásárhelyről és környékéről 7400 ember deportáltak, akiknek a bűnük csak az volt, hogy zsidónak születtek. Közülük csupán 1493 zsidó menekült meg a haláltáborokból, fogalmazott Dub László. Ovidiu Butuk, Maros megye frissen kinevezett prefektusa arra hívta fel a figyelmet, hogy rendkívül fontos, hogy a fiatal generáció is megértse, hogy az antiszemitizmusnak, az idegen gyűlöletnek, valamint a diszkriminációnak nincs helye a társadalomban. Egy évtizedes hercehurca után újra megkezdődhet a Marosvásárhely forgalmát tehermentesítő Nagyernye-Jed-Koronka közötti terelőút építése, jelentette be tegnap a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. Egy évtizede Jedden elkészült egy hídelem, a megyei útvonallal való összeköttetés pedig azóta várat magára, az új határidő 2029 vége. Uniós pénzalapokból fogják megépíteni a Nagyernye-Jed-Koronka útvonalon haladó marosvásárhelyi terelőutat. A határidő 2029. december 31. jelentette be tegnap a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. A marosvásárhelyi terelőút építő telepét 2014-ben nagy csinadrattával avatta fel Viktor Ponta, akkori miniszterelnök, az elnökválasztási kampány idején, másnap azonban már el is szállították a munkagépeket. Jed bejáratánál elkészült ugyan egy hídelem, amit a helyiek azóta is pont a diadalívének csúfolnak, de évekig nem történt semmi. A Nagyernye-Jed-Koronka közötti útszakasz része ez a jeddi hídelem, amelyet már több mint egy évtizede építettek meg. Az eredeti tervek szerint a munkálatoknak már 2015-ben be kellett volna fejeződniük, de gyakorlatilag azóta semmilyen előrelépés nem történt. 2017-ben szerződést bontottak a kivitelezővel, majd többszöri próbálkozásra sem sikerült befejezni az alig 12 kilométeres útszakaszt. A Marosvásárhelyi terelőút sorsa tehát a hazai bürokrácia útvesztőjében akadt el, így kérdésessé vált, hogy valóban megépül-e 2029 végéig. A 11,4 kilométernyi
útszakaszból, 5 hídból és 2 felüljáróból álló projekt hozzávetőlegesen 14%-ban van készen. Az új tervek alapján az útszakaszt ezúttal 2 szakaszban fogják megépíteni. A Csenyáér közleménye szerint a beruházás első része 86 millió lejbe, a második része pedig 257 millió lejbe kerül. Bányai István ilyet község polgármestere híradónak elmondta, licit és konkrét kivitelezési szerződés hiányában realistán kezeli az ügyet, egyelőre szerinte nem történt előrehaladás, csupán újabb ígéret látott napvilágot. Elmondta, ha valami csoda folytán elkezdődik az építkezés, annak a lehető legkevésbé zavarónak kell lennie a község lakóira nézve. A terelőút jelentősen tehermentesíteni Marosvásárhely forgalmát, alternatív útvonalat biztosítva a Beszterce és Szászrégen irányából Balavásár, Szováta, valamint Segesvár irányába közlekedőknek. Bővült a közvilágítási hálózat Csíkszeredában. Az esti sajtótájékoztatón a városvezető és csapata a helyszínen is bemutatták a most felszerelt új világítóeszközöket. Cáka Istvánnak és Vákár Lajosnak, a jégkorong csíkszeredai meghonosítóinak emléket állító szobor is világítást kapott ez alkalommal. Számolt be a Hargitai megye központ polgármestere, a csíkszeredai közvilágítási rendszer bővítését bemutató helyszíni sajtótájékoztatón. Az önkormányzat több részletben tervezi a város világítását modernizálni. Minden évben szeretnénk körülbelül félmillió lej nagyságrendben közvilágítás bővítést eszközölni a városban, és jön az óriási projektünk a környezetvédelmi alappal, ahol több mint 2400 lámpatestet fogunk lecserélni, minden lámpatestet, amelynek a technológiája az elmúlt több tíz éves időszakban volt felszerelve és elavult. A sajtótájékoztatón Táncos Barna szenátor is jelen volt, aki szerint az önkormányzatoknak szükségük van a kormány támogatására a közvilágítás területén is. Az államnak többet kell adnia az önkormányzatoknak és a polgároknak is. Mi ezt hallottuk ezelőtt 4 évvel is, amikor kormányra kerültünk, és ezért szeretnénk visszamenni kormányozni, hogy többet tudjunk segíteni az önkormányzatoknak. Amíg az RMDSZ kormányon volt, addig 1,5 milliárd lejes támogatást biztosítottunk az önkormányzatoknak közvilágítás bővítésre és felújítása. Ahogy eljött az RMDSZ a kormányról, a programok leálltak, és még azt se tudták kiszerződni és lebonyolítani, befejezni, amit mi elkezdtünk. Az esemény végén a város különböző terein és utcáiban elvégzett munkálatokat mutatták be a városvezetők a sajtó képviselői számára. A 32. Szilágysomlyói Bátori Napok ebben az évben is az összetartozást és az egységet ünnepelte. Tette mindezt úgy, hogy visszatekint nem csak a Bátori István Alapítvány eddigi 3 évtizednél hosszabb működésére, hanem az iskola dicső múltjára is. A Bátori István Alapítvány által szervezett Bátori Napok immár hagyományosan összegyűjtik nem csak Szilágysomlyó magyarságát, hanem a megye magyar ajkú embereinek egy részét is, fogalmazott Kovács Zoltán, az alapítvány elnöke. A hétvégén a 3 napos eseménysorozat keretében a helyi Bátori István Általános Iskola alapításának 115. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el az iskola falán. Iskolánk 1909. szeptember 9-én kezdte meg működését az akkori apácák vezetése által. Iskola alapítónk Körösi Endre plébános atya volt, aki azt vallotta, hogy az igazság csak igazság legyen és semmi mást. Iskolánk azóta is ezt a hitvallást, ezt a mottót használja. Ad multos annos vivat scola Bátori. Seres Dénes parlamenti képviselő megköszönte a szilágysomlyói magyarság helytállását és kitartását, amelynek a csaknem 20 éve újraindult magyar oktatás is köszönhető. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kitüntették a megyek kiváló pedagógusait, és átadták a Bátori István Alapítvány Szilágysági Magyarok díját. Nincs az a bírálója a tanítónak, nincs az az iskolaigazgató vagy tanfelügyelő, aki szigorúbb kell legyen, mint a saját lelkiismerete. Menjen haza minden nap úgy az iskolába, hogy igenis megérte, hogy jó volt tanítónak lenni, jó tanítónak lenni, jó a világ legszebb szakmáját gyakorolni. Én búcsúképpen, vagy búcsú gondolatképpen Kós Károlyt idéztem a tanítóktól való búcsúvételemkor is, és most is azt mondom el, tettem, amit kellett, ahogyan lehetett és ahogyan tudtam. Az ünnepi gála műsort az iskola diákjainak előadása, a Szeder Inda Citera csoport, a Szilágy Bagosi Dörömbölő Néptánc csoport, Kozma Máté virtuóz hegedűművész és a helyi könnyű zenei együttes tette igazán emlékezetessé.
15. alkalommal szervezik meg idén a Bölcsdiákok országos csapatvetélkedőt. Idén a háromfordulós verseny fő témája a szabadság, ennek mentén építik fel a szervezők a feladatlapokat. Október 8-án indul a regisztráció a Bölcsdiákok 15. kiadására, jelentették be a szervezők kolozsvári sajtótájékoztatójukon. A vetélkedőt a Communitas Alapítvány, a Kolozsvári Református Kollégium, illetve a BBT-ek közösen szervezi. 3-4 fős csapatokban jelentkezhetnek a középiskolások. A versenynek 3+1 fordulója van, 2 online helyi és megyei szakasz, illetve az országos írásbeli Kolozsváron. Ezen kívül televíziós vetélkedő is sor kerül. Molnár Galaci Júlia, a feladatsorokat összeállító oktató elmondta, idén a szabadság a fő téma. A szabadság keresésének és megtalálásának általános lehetőségeit és egyéni megéléseit tanulmányozzák majd a diákok különböző történelmi korok keretei között. Körülbelül 10-13 feladat szokott lenni egy feladatlapban, és ezek minden témakört igyekeznek, minden területet igyekeznek lefedni, ami azt jelenti, hogy próbálunk reál tantárgyakból, humán tantárgyakból, művészetekből hozni olyan feladatokat, amik a kreativitást, a kutatást, a válaszkeresést segítik elő a gyerekekben. Hozzátette, minden évben nagy kihívás, hogy valami újat kitaláljanak a már bevált és megszokott sémára. A résztvevő legjobb 10 csapatot minden évben egyhetes élménytáborral jutalmazzák a szervezők, amelyen további vetélkedőkön és kikapcsoló tevékenységeken vehetnek részt a bölcsdiákok. Daróczi Bíborka, a Kolozsvári Református Kollégium diákja elmondta, sok élménnyel és tudással gazdagodott a tábor alatt is. Voltak a tábor ideje alatt kötelező feladatok, mondhatom így, hogy amiken részt vehettünk, és voltak a tábor végére is feladatok kitűzve, amelyek így inkább kikapcsolódás, szórakozásképpen voltak megfogalmazva számunkra. A legérdekesebb feladat szerintem a kémia feladatok voltak, amiken kísérleteket oldhattunk, készíthettünk. A diákcsapatok vezető tanár kíséretével november 8-áig jelentkezhetnek a bot.communitas.ro honlapon a vetélkedőre. 46 szervezetnek több mint 840 ezer leértékben gyűjtöttek támogatást az udvarhely székiek a 2024-es Fusneki udvarhely keretében. Október 5-én szó szerint is megmozgatták a várost. Szombaton délelőtt szervezték meg udvarhelyszéken a Fusneki udvarhely adománygyűjtő akció 2024-es kiadását. Az esemény megmozgatta a várost, több mint 840 ezer lejt gyűlt össze 46 civil szervezet számára. A futás mellett az esemény főként a közösség erejéről és összefogásáról szól. A futó nagykövetek által összegyűjtött pénzt pedig civil szervezetek támogatására fordítják, amelyek ezt közösségi vagy jótékonysági célokra fordíthatják. Azt vettük észre, hogy a résztvevők is nagyon jól érezték magukat. 46 civil szervezet, 811 nagykövete állt itt ma rajtvonalhoz. Összesen az esemény utáni adatok alapján 13.624 darab támogatásunk érkezett be, 843.440 lej értékben. Az esemény lebonyolítását közel 100 önkéntes segítette. A nagykövetek gyalog, szaladva, lóháton és kerékpárral is teljesítették a távokat. A civil szervezetek számára pedig nem csak pénzadományokat hoz az esemény, hanem közösséget is épít. A nagykövetek szeptember 10-e és október 5-e között gyűjthettek adományokat. Magabiztosan nyert a marosvásárhelyi VSK, sporttal folytatjuk. Magabiztos győzelmet aratott a marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgó csapata az első liga 5. fordulójában a temesvári CFR ellen. A szinte hibátlan játéknak köszönhetően 5-1-re győzték le a bajnoki ezüstérmest.
Visszavette a helyét a dobogón a Marosvásárhelyi VSK a teremlabdarúgó első liga 5. fordulójában. A Simon László sportcsarnokban az előző idény bajnoki ezüstérmes temesvári CFR csapatát fogadták. Már a 3. percben megszerezték a vezetést Pogacsán révén, az első 10 percben pedig a temesváriakat a saját térfelükre szorították a VSK játékosai. Az első félidő közepén egyenlítettek még a temesváriak, de egy időkérést követően visszavette az előnyt a hazai csapat, és kevéssel a szünet előtt egy közvetett szabadrugás után 2 gólosra növelte. A második félidőben egy ellentámadást Pogacsán fejezett be góllal, a vendégek kapus lehozatallal próbálkoztak, Iszlai pedig ezt kihasználva üres kapuba lőtt találatával beállította az 5-1-es végeredményt. Tifán Norbert szerint a szezon legjobb meccsét játszották. Ez egy igazi férfi munka volt. Úgy gondolom várható volt, azért mi voltunk mégis itt az esélyesek, ezt szerintem be is bizonyítottuk a pályán. Végre egy olyan meccset játszottunk, amikor mindenki elégedett lehet magával. A vezetőedző is hasonlóan nyilatkozott csapata teljesítményéről. Másfél év óta ez az első olyan meccs, amelyen azt látom, hogy mindent, amin dolgozunk, meg is valósítunk a pályán, és ez csak boldoggá tehet. Gratulálok a fiúknak az elsőtől az utolsóig. Úgy gondolom, hogy elejétől a végéig uraltuk ezt a meccset, de nem szabad elhinnünk magunkat, mert nagyon kemény csata vár ránk Déván, de biztos vagyok benne, hogy onnan is pontokkal jövünk haza. A következő mérkőzésük a Dévai Veszt otthonában a dobogós helyért zajlik. A sokat erősödött dévai csapat pedig nem ígérkezik könnyű ellenfélnek. A mérkőzést vasárnap játsszák. Időjárás jelentésünket mutatjuk a folytatásban. Én köszönöm, hogy velem tartottak. Minden jót kívánok a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.